Na, hello srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok, ugye? Hát nem is tudom, hogy milyen videónak nevezzem ezt, amivel hozzátok érkeztem ma. Hát egy ilyen autóápolási videó, egy kicsit így advanced módban már, mint komolyabban. Amik így tervben vannak a mai napon nekem, hogy ugye a mosás az egyértelműen, vaxolni fogom a fényezést, a gumiápolóval a gumikat, és ráadásul fel fogjuk polírozni a felni peremet. Hát ez úgy fog zajlani, ugye, hogy le fogom szerelni a kerekeket egyesével, és egy asztalon fogom, ugye, sokkal inkább, sokkal könnyebb ugye felpolírozni például ugye a felni peremet, úgyhogy ha meg ugye javítani is akarok rajt, ugye mutatom, hogy hol vannak ilyen hibák, és tudom, most jó koszos, de nagyon nem talán látni, hogy ott is vannak ilyen apróbb karcok, ugye azokat így finom csiszolópapírra egyre finomabban így megcsiszolgatjuk, utána az nagyon fontos, hogy ezeknek az alufelniknek van a felületén egy ilyen lakréteg, azokat érdemes újra ugye felvinni, tehát mindenképpen, hogyha megcsiszolod, lecsiszolod a felületet, hogy itt ilyeneket kijavíts, akkor utána, hát egy kis fókusz, hogy olyanokat kijavíts, akkor mindenképpen érdemes azt csinálni, hogy azt ott lelakkozod, azt a részt, valami természetesen valami víz alulakkal. Hát, hogyha nagyon pici hiba van a felnéren, akkor is érdemes, ha más nem találsz otthon, akkor szintelen körömlakkal lelakkozni, hogy ne, ugye ne oxidálódjon, mert igen, az alumínium is oxidálódik, és akkor ugye így elszíneződik, és nem lesz olyan szép fényes. Ezek egyébként ilyen por rajt. Az a lényeg, hogy ezt a peremet akarom olyan szép fényesre felporírozni. Jó, akkor, ja, meg akkor már a fék dobokat és a fék nyergeket fogom festeni. Hát az valószínű, hogy fekete lesz, nem akarom ilyen gicses zöldög ilyenekre csinálni. Na, itt vannak nekem a cuccok, amiket szoktam használni egy ilyen átlag mosás, meg egy ilyen ápolás alatt. Hát így megmutatom őket. Na, ablaktisztító, az jó, el van fogyva. Ablaktisztítóval szoktam ugye az üvegfelületeket lepucolni természetesen. Hát autósamponok mindenféle van. Én ezt használom autósamponnak. Ugye úgy szoktam lemosni a kocsit, hogy én kézzel szeretem mosni itthon. Szépen ugye nagyon... én mindig garázsban mossam, főleg amikor ilyen tűzön nap van, nem szoktam odakint. Hát elfolyik, figyeljetek, beton van, mit tudom én, valamerre lehet, elfolyik meg minden, vagy felszárad. Nem szeretem tűzön napon, mert akkor ugye, ha felviszem az első mosáshoz ugye ezt a nagyon samponos vizet, akkor nagyon hamar ráég, és nagyon gyorsan kell vele dolgozni. Itt ugye van időm, azt csinálom, hogy jól összehabozom, ugye nagyon erős koncentrátummal, mármint nagyon erős koncentrációjú mosószerrel, és akkor ugye az feloldja a dolgokat, és akkor utána jöhet ugye a mosás, utána meg az öblítés, így szoktam. Na, meg még akkor, ja, hát ezt szoktam használni, hát ez eléggé ilyen, biztos írjátok, hogy fú, ne ilyet használj, meg ez, meg az. Gyerekek, ez visz mindent, mint a piros hetes. Na. Mi van még itt? Ja, van ilyenem. Ez ugye wax. Ez ugye arra jó, hogyha lemostod a kocsit, nem is kell sűrűn ezt csinálni egyébként, lemostod a kocsit, akkor szépen fel kell vinni, felviszed a felületre, felkened, és akkor meghagyod száradni, és utána egy másik ruhával, egy rongyal fel tudod szépen ezt mondjuk úgy, hogy polírozni, de igazából az a lényeg, hogy egy ilyen réteget képez a felületen, ami egy az, hogy ugye sokkal fényesebb lesz a felület, és ez nem polírpasztrely, hanem ez wax. Ez egy ilyen, tényleg egy ilyen viaszréteg kerül a felületre. Kisebb arcokat tömíti is, ilyen tényleg kisebbeket, de tényleg az, hogy nagyon fényes lesz tőle a fényezésed, meg még ráadásul egy ilyen védőréteget képez, ami egy az, hogy vízlepergető, meg tényleg így jobban ellenáll. Szerintem egy ilyet minimum megérde, mert az autó egy ilyen flakon az, szerintem egy ilyen, hát autó méret függő, szerintem egy ilyen 2-3 alkalommal is esetleg így elég lehet. Majd megmutatom a folyamatát. Na, van nekünk itt egy ilyenünk. Ez ugye meg az arra jó, hogy az ilyen igazából lökhárítóra is szokták használni. Én lökhárítóra nagyon sokszor használok inkább szilikont, vagy szilikonolajat, vagy szilikonsprét. Ez gumira nagyon-nagyon szuper, ugye ezt főleg most, hogy ugye le fogom venni a felniket, így
sokkal szépen, vagy a kerekeket így szépen majd asztalon be tudom ezzel kenni, és akkor szép fény, vagy szép fényes fekete lesz ugye a gumid, ami nem egy utolsó szempont, hogy nem az a, tudod, az a szürkés, meg ilyen koszos szar színe van, főleg, hogyha egy jó felnid van, akkor az egy mutatós tud lenni. Na, ami még van itt, egy időben használtam ezt, ez egy ilyen impregnáló spray igazából, ami ugye impregnálás az azt jelenti, hogy egy olyan védőrejteget ad, hogy lepergeti a felületről a vizet, de nagyon durván, ugye ez ilyen cipőkre, kabátokra, táskákra szokták alkalmazni, az ilyen Deichmannos. Hát ezt ilyen olyan felületre, ami nem akarod, hogy ilyen nagyon át, például nem akarod, hogy esőcseppes legyen, ez például gumira is nagyon jó, gumifelületre is, vagy pedig ilyen nem tudom, lökhárítóra, ilyenekre szoktam alkalmazni, igazából ez ugye tényleg ilyen kabáttáska, meg bőr, meg ilyenre szokták alkalmazni, de erre is jó volt. Ugye, szilikon, ezt gondolom, nem kell senkinek mondanom. Van itt nekünk fekete festékünk, hát baszán, most itt hol ez van, nem tudom. Ezért fék dobokat lefújni, én feketére gondoltam, hogy lefújjam, mert ja, meg vannak itt ilyen különböző kefék, meg nem tudom a szivacs, az hol van mosáshoz, de szerintem most egyesével legelőször azon gondolkoztam, hogy le kéne szednem a felnéket, megcsinálni ugye egyesével a fékeket, ugye lefesteni, utána meg visszarakni a felnéket, meg akkor a kerékjáratokat is kimossuk szépen. Na, majd akkor mindjárt jövök. Hú, de hosszú lett már most ez a videó. Mindjárt folytatódik tovább, császtok addig. Akkor kezdjük először a kerék leszerelésével. Hát ide raklak benneteket. Remélem, hogy láttok és hallottok valamit. Ugye, amíg beraktuk ugye az emelőt, nem tudom, hogy az mennyire látszik, ott van. Beraktuk az emelőt a kocsi alá, ugye, hogy megvan a pozíciója, hogy hova kell berakni. És először, mielőtt elkezdem emelni, ugye a kerékcsavarokat érdemes felengedni, hogy ne forogjon el a kerék. Persze, hogyha behúztad a kéziféket, akkor úgyis tudod fixálni ugye a kereket, de igazából egyszerűbb, hogy amíg felengeded őket, megengeded őket, addig nem emelsz rá a kocsira. Ugye a központi tengely az fogja tartani, szóval nem kell attól félni, hogy leesik, de gondolom kereket igazából majd mindenki cserélt. Szedhetjük ki a kerékcsavarokat teljesen. Ugye, hogyha alufelnit raktok fel, akkor figyeljetek, hogy a kerékcsavarotok elég jól beére. Nehogy az legyen ugye, hogy mert az alufelni az általában vastagabb, mint ugye a nem alufelni. Egyébként ennek látható van egy ilyen termentesítő gyűrű, ugye ez a felnihez, gyakorlatilag ennek a felninek ugye ez a központi furat, ez nagyobb, mint ez a tengely, és akkor kell ugye egy ilyen termentesítő gyűrűt rakni. Itt ez gyárilag volt ez a felnihez, úgyhogy ez pont így hozzá tudtam rakni. Jó, a gyerekek, ezt is szeretném így kimosni, kipucolni, ugye a fékdobot meg természetesen akkor szeretném azt is lefesteni, mert látjátok, ilyen csúnya rozsdás, megcsiszoljuk, meg lefessük. Viszont most ezt a kereket meg ugye felpolírozzuk. Egyébként mutatok rajta nektek valami durci dolgot. Itt látjátok ezeket a borázdákat? Ezeket a sárvédői okozta, amikor még nem volt gumituskóberag, vagy ennyire volt beleérve gyakorlatilag, hogy ide bevágott barázdákat. Gyakorlatilag a futófelületből kapott ki egy ilyen részt, szóval azért nem igazán problémázok rajta, tehát ez nem gyengítette meg gyakorlatilag a guminak a szerkezetét, ugye. Na jó, menjünk aztán akkor polírozzunk. Megpucoltuk a felnit, lemostuk normálisan, akkor jöhet a polírozás. A polírozást ezt megmutatom, hogy én mivel végzem. Képzeljétek, csináltam egy ilyen házi készítésű polírkorongot. Ezt úgy csináltam, hogy egy hosszú csavart, egy csináltam kettő aláthéttel mindkét oldalára, és közé olyan anyagú szövetet vágtam, köröket, amik ilyen nagyon-nagyon jó kis
finom anyagból vannak, és ezekkel fogom ugye polírozni a peremet körbe-körbe. A másik végére raktam egy ilyen gumigyűrűt a csavarnak, hogy ugye nehogy véletlenül, hogy hozzáér, akkor se karcolja meg. Körülbelül ez így lesz. És hogyha esetleg nincs semmilyen políranyagotok, akkor ajánlom a... Mi az? Fogkrémet. Fogkrémmel egész jól lehet ilyet végezni, de legjobb ugye, hogyha vesztek valami jobb, finom kis polírpasztát. Na, akkor én neki is állok, aztán folytatás következik. Miután megtörtént az esemény, hogy megfelelően kifényesítettük a fent, amennyire sikerült igazából, utána ugye azt kell, hogy teljesen lemossuk, meghagyjuk száradni, amíg szárad, addig igazából lefestem a fékdobot, meg ilyeneket megcsinálok, kipucolom a, ugye a kerékjáratokat, és akkor utána mehet vissza a felni, de előtte még itt az asztalon megcsináljuk ugye a gumiápolást is, gyakorlatilag lefújjuk az átkánjuk azzal az anyaggal, ezzel a gumiápolóval, amitől szép fekete marad ugye a gumi, és nem szürkül ki, nem mattosodik ki. Akkor kész is van a felnő és a gumi, gyerekek. Fel is szerelem. Ja, és az is ugye most már a fék is. A fék is fekete, szóval az a jó, hogyha fekete a fék, nem mondom, ezt szintén is kacok, hogy ugye előtt a felni nagyon. Ugye, hogyha mögötte például ez is lenne a fék is, ugye fék dob hátul jelenleg, akkor az olyan bután nézne ki, mert ugye nem egy ilyen, nem lenne kontrasztos a felni, ugye a fék dob előtt egy sokkal jobban néz ki. Ja, és bekentem ezzel a fekete cuccal, ami nem fekete természetesen, ami ugye a gumit így feljavítja, ez is tök jó néz ki, mert ugye nagyon kontrasztos itt látni, ugye fekete, ezüst, mögötte is ugye az a rész, az meg fekete. Úgyhogy ez nagyon bejövős. Szóval akkor felrakjuk a fülniket, amiket nem nagyon látom, hogy hol van a lyuk, de mindjárt megtaláljuk. Így is van. Berakjuk a kerékcsavarokat, és akkor ugyanígy folytatódik tovább mind a négy felnivel ez a dolog. Mind a négy felnivel és mind a négy gumival. Utána megnyomunk egy kocsi mosást, ami eléggé olyan nem tűnik szisztematikusnak, lehet, hogy először le kellett volna mosnom a kocsit, utána kellett volna külön a felniket, de igazából, hogyha még esetleg összefröcsönöm a felniket, azzal nem sok gond lesz, mert esetleg csak áttörnöm ugye a durvább kosztaszt már leoldottam róla. Ugye, hogyha meghúzzátok, meg kell húzni a kerékcsavarokat egyértelműen, viszont ha meghúzzátok, akkor ugye mindenképpen azt csináljátok majd, hogy összeverem a felnét még a végén. Pár kilométer után mindenképpen érdemes utána húzni, hogy nem lazultak meg, ugye arra figyeljetek. Ez egy fontos dolog tud lenni. Meghúzzuk ilyenkor ugye annyira, hogy teljesen üljön, feküdjön fel a felné a helyére. Utána leengedjük, és úgy húzunk rá izomból. Na, alakulunk, srácok! Kész van a jobb hátsó is, szép fekete a gumi, szép fényes a felni, és itt az elsővel, ugye bal elsővel szenvedek. Itt is ugye a féknyerget lefestjük feketére, még a kerékjáratot is ki fogom pucolgatni, és beszilikonozni, meg mindent megcsinálni rajt. Ezt akkor innen folytatás következik, nem sokára már a mosás folyamatát láthatjátok. Ú, de jó magas ilyenkor mi. Föl van emelve az elej, az teljesen így, ez is így kiemelkedik. Na jó, mindjárt jövök. Na, lemostuk a kocsit, gyerekek. Hát ezt nem vettem fel, ennek a folyamata ugye úgy zajlik nálam, hogy nagyon behabolom, ugye nagyon samponos víz, azt rajt hagyom, feloldja, utána mosom, utána öblítem igazából. Öblítés az általában vagy két réteg. Nem törölgetem át, mert az lesz, hogy fel fogjuk vaxolni. Meg kell várni, hogy teljesen megszáradjon, és akkor ugye rá kell kenni a vaxot, utána az megszárad, utána ezt el kell dolgozni. Ezt meg fogom mutatni, hogy milyen, és igazából nagyon-nagyon szép lesz akkor a fényezésünk. Úgyhogy hadd száradjon meg, az a lényeg, hogy teljesen száradjon meg, ne legyen semmi víz volt, mert akkor az csak idegesítő tud lenni.
Igen. Úgyhogy nem sokára akkor folytatjuk a vakcolással. Na szóval, hogyha megszáradt a verta, ami azt jelenti, hogy teljesen száradjon meg gyerekek, ne legyen rajta semennyi víz, akkor el is kezdhetjük a vakszolást, ami az nem kell más, mint 2 darab rongy. Ugye maga ez a vax. Ugye egyébként ezt minden autós boltban, ez elég híres márka, meg lehet kapni. Na, a folyamat a következő. Felrasztuk a vaxot. Utána érdemes egyébként idomonként haladni. Én úgy szoktam csinálni, hogy egy-egy idomot lekenek, és akkor utána azt megcsinálom, és akkor így tovább, így tovább. Egyébként ez a rongy egy kicsit nagy most, de ezzel megpróbálom azért prezentálni. Rakunk egy kicsit a rongyra magára, így, és akkor utána a felületet átkenjük. Mondjuk ezt a hátsó idomot így megmutatom, jó? Körkörös mozdulatokkal felhordjuk a felületre. Az a lényeg, hogy mindenhol legyen. Azért érdemes körkörös mozdulatokkal dolgozni, mert így gyakorlatilag teljesen el tudod oszlatni. Hát ez nagyon gyorsan elkezd száradni, majd főleg, hogyha meleg van. Ezt nem is ajánlom, hogy parkolóba csináld, hogyha nyár van, mert gyakorlatilag amit felhordod, már így is rá a felületre. Szépen finoman így látod, hogy bekenjük az egész felületet, nem kell túl vastagon, de azért teljesen az egész legyen átkenve. Nagyon figyeljünk a műanyag alkatrészekre, azokat ne kenjük össze, hogyha lehet, mert elég jól megfogja. Persze le lehet mosni, de azért ne csináljunk plusz munkát magunknak. Na, úgyhogy ez megtörtént. Jó, kenjük át, lerakjunk rá bőven, ne sajnáljuk azért. Így. Bekenem az egészet. Bocs, hogy egyszerre fogom a kamerát, és próbálom dolgozni is vele. Na, miután ez megvan. Na szóval, hogyha megszáradt, ugye, akkor ezt fogjuk. És az egészet nagyon szépen, nem muszáj körkörös mozdulatokkal, de szépen letörölgetjük róla, mondjuk úgy, hogy letörölgetjük, de nem letörölgetjük, hanem áttörüljük az egészet. Látjátok, ott össze is kentem a feketét. Sikerült. És mindjárt megmutatom, hogy a végeredményt, hogy mennyire durván szép fényes felület keletkezik. Próbálom letörölgetni róla mindent, bocs, a kamera mozgásért, meg többi kellemetlenségért. És hát akkor nézzük meg a végeredményt, hogy látjátok, hogy mennyire extrém, szép, brutál fényes felület lett, ugye, gyakorlatilag teljesen látszik benne minden a felületben, nagyon-nagyon jó. Na, és így az egész autót át kell dolgozni, át kell menni rajt, ugye, rávinni, utána áttörölni, és gyönyörű felület lesz, utána már csak egy dolog hiányzik, ugye a belső takarításon kívül, hogy a műanyag alkatrészeket, a lökhárítókat, az emblémákat, a sárvédőíveket, a diszléceket, mindent át kell kenni szintén azzal a gumiápoló és műanyag ápolóval, amitől iszonyatosan szép feketék lesznek, és ugye ez főleg egy fehér autó, nagyon jó, amikor kontrasztos az egész, ugye fehér és fekete, úgy akkor tökéletesen néz ki. Na, látjátok, csillog a verda, mint a Salamon töke, akkor itt már nem sok minden van hátra, csak az, hogy ugye ezzel a gumi és műanyag ápolóval átkenjük ugye a fekete alkatrészeket, és akkor más nincs. Ezt meg ugye úgy kell csinálni, és tényleg, hogy ugye felfújod a felületre, és letörlöd egy rongyal, eltörlöd, és akkor gyakorlatilag ennyi. Utána az üvegeket szoktam megpucolni, és utána akkor még esetleg jöhet a beltér, de ilyenkor már nem nagyon érdemes összetaporgatni ugye a felületét a verdára. Nagyon-nagyon szép, egyenletes, hibátlan gyakorlatilag ezzel a vaxolás. Ez vaxolás, ez iszonyatosan, nézzétek a tetejét, nagyon sokat tud rajt dobni, főleg majd nappali fénybe, vagy pedig éjszakai fénybe, amikor krúzolunk a városba, akkor lesz nagyon jó. Ja, és ezt akkor is ajánlom, ezeket a dolgokat, hogy ezeket csináljátok meg, amikor például autót akartok eladni. Nagyon sokan látok olyat, hogy például hirdetéseket autóról vagy úgy raknak fel, vagy pedig úgy akarnak eladni autót, hogy gyakorlatilag szarrá van lakva, tiszta kosz, tiszta dzsúva az egész. Gyerekek, hogyha egy
egy gépjármű valamilyen szinten úgy néz ki, hogy törődnek vele, akkor mégiscsak jobban, szívesebben veszi meg a vevő, ugye? Ezt érdemes, egy ilyen pár órát rászánsz, és megcsinálod úgy, tudod, jön a vevő, nagyon csili-vili az egész, biztos, hogy sokkal nagyobb esélye fogod eladni, mint hogy ha a szarból lesz kivakarva, és tiszta dzsúva az egész, tiszta sár az egész, és látszik rajta, hogy le se szarod az autódat. Én nem azért pucolom, mert el akarom adni, mármint nem azért lett most megpucolom, hanem mert szeretem az autómat. És igen, ugye ezzel a pár dologgal, amit itt én megcsináltam, ezzel sokkal fiatalabbá varázsoltuk az autót, vagy nem is fiatalabbá, hanem sokkal pofásabbá. Ugye tök jól néz ki most már a fényezés, nem egy kopott, matt fényezést láthatunk. Ugye a gumik felnék, csillognak, villognak, ugye a gumi az korom fekete, és a műanyag alkatrészek is korom feketék lesznek, és baromi jól néz ki. Főleg amikor vannak, ez most elég jól néz ki, mert én állandóan ápolom ugye ezt. Mindig leszoktam szilikonolajozni, vagy bármi, ezzel a lökháríton. Hát itt most összekentem ugye a vaxa. Na az a lényeg, hogyha ezt nem csinálod meg ezzel az autón, akkor ugye egy idő után ilyen szürkéses, matt színe lesz, amit undorító egy lökháríton, vagy ugye disztlécek, vagy bármi, ami gyerekek, 1400 forintos ilyen műanyag ápolót rákensz 2 hetet, azt olyan, mint hogyha 2 napja jött volna ki a gyárba. Szerintem ezeket mindenképpen érdemes megcsinálni. Na végeztem, gyerekek, hát komolyan mondom, azért ez nem 2 perc volt ez az egész művelet, már csak ugye az volt hátra, hogy látjátok ezeket az idomokat ugye, ami fekete, azt lefújtam ezzel a gumi és műanyag ápolóval, gyakorlatilag minden szép fekete és fehér rajt. Már az ablakok is ugye csillognak, mint a salamon töke, mert megpucoltam őket, ez is nagyon sokat számít ugye, hogy ne full dzsúvás szélvédőkkel küzdjél. Na hát ugye így néz ki minden most jelenleg. Szép lett, hát össze kell takarítanom majd a garázsba, csak kijárok. Ilyenkor ugye maga a garázs lesz koszos, az autó meg tiszta. Jó gyerekek, meg vagyok elégedve. A belsét is egy nagyon picit megpucoltam, de az annyira nem fontos. Most meg nem is volt nagyon koszos. És most már jöhet az esti krúzolás, ugye, mert gyakorlatilag azért készítettem fel az autót ahhoz, ugye, mert készül egy elég speciális videó, amit majd meg fogtok látni, a napokban fel fog kerülni. Na, köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csumicsá!